Ha Gyurcsányék soha, ha nem csinálna semmit a Feri egész életében, csak minden nap reggel 10-kor a kocsmában kezdene, nem tudjuk, hogy ezt megteszi-e, de minden jel arra utal, hogy lehetséges, hogyha tényleg semmit nem csinálnának, csak gerlepárként turbékolnák végig a maradék 30 évüket. De jó nézni. Csak azt mondtad, aranyos dolgokról is akarsz beszélni. Jó, de ez ilyen horrorisztikus. Ez ilyen, igen. Szemüvegyi Vilebú is az alsó szín, mert egy ilyen bárpultból áll. Csak. Mint a Walking Deadből két ilyen keselyű csont lesz az Ereszt csatornán. Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig a Karanténvlog kedves barátaimmal, Szalai Szilárddal és Dezse Balázssal, és hát nagyon gondoltam, hogy valami kedves témával kezdjünk, és képzeljétek, nem sikerült. Kis cicák. Úgyhogy, igen, itt nem kis cicák lesznek, hanem komolyabb ragadozók sajnos. Mégpedig Dobrev Klára is majdnem meg is mutatta már egyből, hogy miket mondod, de annyi, mint... kapcsolás. Igen. A kis cica és Dobrev. Hát azért mondtam, hogy ragadozókról. Nem figyelsz, már most nem figyelsz. Már az elején elvesztettünk téged. De remélem visszaszerzünk, és majd mindjárt mutatok is egy gyönyörű részletet abból, hogy hogyan lehet összekeverni azt, hogy én ki vagyok, ki a másik, és valójában ki a bűnös, ki a rossz ember. Összezavartál. Ugye? És ezt próbálták ők is megcsinálni, mert hogy Dobrev Klára arról beszélt, hogy milyen gusztustalan dolog volt a kommunizmus, ami a nagypapa egyik komoly projektje. Projektje volt, igen. Máshogy nagypapákat a pincébe barkácsolnak ilyen kis játék. A pince dolgokat. Az rendben volt. Csak ő más barkácsolt a pincében. A pince rendben volt, az Andrássy 60 meg a többi. Na, de volt pofája arról beszélni, mindjárt meg is nézzük, hogy most ugyanaz van, mint a kommunizmusban, meg Orbán, meg egyeduralom, és ők azok, akik ugye a köztársaságot védik, és mielőtt még ezt együtt itt feldühítenénk magunkat. Szerintetek, ha Dobrev Klára ilyen egyértelműen hazudik ebben is, mert én múltkor azt hittem, hogy tényleg nincsen mélyebb, akkor vajon mi lehet a terv? Mert ezt a 15-17%-os kemény munkásőrmagot nem biztos, hogy ezzel lehet bővíteni, azzal talán igen, hogy mondjuk egy Niedermüllernek megengedik, hogy próbáljon meg érzékenyíteni, meg hogy nem pártpolitika, hanem ő az emberekért van. Na, de ez mi? Ez mi? Ez ilyen 21-re lapot húzunk, vagy mi a fene? Hát ki az, aki a köztársaságot nagyon akarta és nagyon védte, a klasszikus Palpatine, ugye ezt tudjuk, ja. Az első galaktikus köztársaságnak a megalapító. Magyarországon is lehetne egy borgát. És hasonlítanak is egyébként. És a kinézet is stimmel. Mondjuk a Palpatine-nek a sminktipjei azért jobbak egy kicsit. Dobrev. Mi? Aztán... Bocsáss meg, lesz olyan, hogy Palpatine fejű. Hát most már... Nem, ez elkomolytalankodjuk, úgy érzem. Nem, ez tényleg nem, ez nagyon dühítő téma. Egy bolgár népköztársaságot Dobrev Klára vezetésén. Ki tudnánk ki. De hogyha most ilyen egyeduralom van, meg ilyen kommunizmus, meg ilyesmi, az mondjuk Dobrevnek nem egy ilyen áldásos állapot? Tehát, hogy ő nem... Hát nem, ő van ott a Kondérnál. Ja, mondjuk ez igaz, ez jogos. De hogyha ennyire nem szereti ezt a kommunista múltat, meg akkor, hogy ez ilyen elítélendő dolog, akkor miért nem a Dobrev családra, meg ott az apró családra, meg ezekre tesz valami dehonestáló, vagy esetleg elhatárolódó kijelentést, vagy esetleg lemond az apró villáról, amit már többször felvetettünk itt. Azért vannak itt olyan... Állítólag lecserélik most. Hát nem, jó, de az nem lemondás, hogy eladom 100 milliókért, úristen, én szerint most ki kell költöznöm, és csak 100 milliókat kapok ért a cserébe. Hát ez sok 100 millió lesz az, ha ez... Igen. Hát most a Fejnek az ingatlan projektjeit valamivel finanszírozni, hát ezt nem tudom, olvastátok-e a vagyonnyilatkozatban, hogy 630 valahány milliót tett le előleg egy ingatlanra, vagy ingatlanokra. De mondta, hogy megdolgoztak érte. Az altus, az altus. Valahonnan kell a lóvé. Nem tudom, engem azért valahogy ez most csak azért nem mozgat meg annyira, mert mindig is mindenki az ő oldalukon ezt csinálja, a demokrácia és a köztársaság védelmezőjének a szerepét. Nekem igazából az furcsa, és hogy most vannak ilyen ügyek ugye az EU-ban is, ugye a brüsszeli korrupciós botrány kapcsán, meg ilyenek, hogy miért van ez a nagy vergődés, és mindig ezt próbálom megfejteni, és azt hiszem, hogy a Éva Kárdinak, amikor lebukott, akkor volt egy ilyen nyilatkozata, hogy igazából neki nincs szüksége a pénzre, és azt látjuk is, tehát hogy a luxusnyaralások eleve is zseniálisan dúsgazdag, jól kereső, ki tudja, mit eddig összemutyizó emberről van szó, akinek már annyi pénze van, hogy egyáltalán nincsen szüksége arra, hogy egy korrupciós botrányba, egyáltalán ráadásul egy ilyen rizikósba részt kelljen vennie, mert van pénze. Tehát, hogy nem ez a pár milliárd. De akinek sok van, annak sose elég. Igen, de hogy szerintem itt már nem pénzről van szó, és én ezen szoktam sokat gondolkozni, hanem
hanem már ez a pénz is szerintem mondjuk, és majd mindjárt visszakanyarodunk Dobrev Klárájékra, csak kiindulva ebből a hozzáállásból, meg hogy próbálok egy kicsit ebbe a mentalitásba így belehelyezkedni valahogy, hogy mi lehet ott, hogy Éva Kálinak is nem hiányzanak már milliárdok, már neki mindene megvan, annyit költ, amennyit akar, ha soha többet egy percet az életében nem dolgozza, nem csinálna semmit, csak mindig éppen azt, amihez kedve van, akkor is már szerintem annyi, akkora vagyona van, hogy már az unokáinak se kellene soha az életbe dolgoznia, mert mondjuk van a lakhatásáról annyi. Most gondoskodnak. Most a lakhatásáról na, de nem is akar lemondani, hát, hogy folytatni akarja. De ugye folytatni akarja. De miért akarja folytatni, és hogy egyetlen miért keveredett bele egy olyan ember egy ilyen méretű és volumenű korrupciós botrányba, ami rizikós, és ami miatt börtönbe kerülhetett, miközben mondom, ha soha többet egy percet nem dolgozna, akkor is csodálatos, dúsgazdag, luxury élete lehetne, mondom, még az unokáinak is. És nyilvánvaló, hogy ez semmi más, csak az, hogy valamiért ők a fejükbe vették azt, hogy ők hatalmat akarnak. Ez a hatalom és a korrupciós botrányban való részvétele is nem a pénzről szól, arról szól, hogy ő olyan pozícióba került, ahol ő valamiért cserébe meghozhat egy döntést, ez is csak egy hatalmi játék, akár Katar irányába, akár bármilyen irányba, és szerintem a Dobrevéknek ugyanez, hogy gondolj bele, most ott van ez a villa, ott van a vagyon, ott van minden. Ha Gyurcsányék soha, ha nem csinálna semmit a Feri egész életében, csak minden nap reggel 10-kor a kocsmában kezdene, nem tudjuk, hogy ezt megteszi, de minden jel arra utal, hogy lehetséges, hogyha tényleg semmit nem csinálnának, csak gerlepárként turbékolnák végig a maradék 30 évüket. De jó, nézd neki. Csak azt mondtad, aranyos dolgokról is akarsz beszélni. Jó, de ez ilyen horrorisztikus. Ez ilyen, igen. Szemlőegyi világ úgyis az alsó szín, mert egy ilyen bárpultból áll. Csak. Mint a Walking Deadből két ilyen keselyű csont lesz az Erez csatornán, de tényleg. Tehát, hogy ez már tényleg semmi másról nem szól, mint a hatalomvágyról, és arról, hogy rögeszmésé válnak bizonyos dolgok ezeknek az embereknek. Biztos vagyok benne, hogy van a bal oldalon olyan politikus, aki tényleg világmegváltónak érzi magát, de szerintem Dobrev Klára is tudja magáról, hogy nem az, tudja magáról, hogy nem tudna mit kezdeni ezzel a helyzettel. Szerintem nincs is kedve egyébként mondjuk egy válság helyzetet kezelni, egy háborús konfliktusban való részvételt megoldani, akár egy Covid idején egy vakcina beszerzést levezényelni, nekik ehhez nincs kedvük, ők görcsösen és rögeszmésen ragaszkodnak a hatalomhoz bármi áron, és az tök mindegy, hogy a nép beledöglik, vagy nem. A hatalommal való visszaélést imádják, az, hogy belelövethetnek a gumilövedékkel az emberekbe, hogy mindent ellophatnak közben, és másra foghatják. Csak pont ezért nem értem ezt a, mondhatod, hogy hatalomvágy az Éva Kailinál is. Az milyen hatalomvágy, hogyha én eladom a kontinensemet, Európát egy Katarnak. Pontosan. Ez milyen hatalom? De az csak olyan hatalom, hogy tudja, hogy nem ér annyit, de hogy ő valamilyen szereplő. Megteheti. Nem, megteheti. Itt szerintem pontosan erről van szó, és ez a hatalomnak a szerintem valahol. Nem tudom, hogy olvastátok-e, van egy nagyon jó könyv. Nem tudom az íróját, de egy ilyen sárga könyv, és az a cím, hogy Diktátorok kézi könyve. Most nem azt mondom, hogy bárki is diktátor, csak hogy nagyon érdekes az, hogy hogyan leírnak bizonyos drogbárókat Dél-Amerikában, meg hogy ki hogyan és hogyan működtette az általa kiépített diktatúrát tulajdonképpen és az egyeduralmát, és ott sem arról volt szó, hogy itt ő bármit is tenni akar, vagy ő bármit is el akar adni, vagy meg akar vásárolni, vagy a népért tenni. Nem, ez a hatalomhoz görcsös ragaszkodás az, hogy én hozom meg a döntéseket, és én döntöm el, hogy elfogadom-e a kenőpénzt, és én döntöm el, hogy mennyi kenőpénzt adom nektek oda. És valójában semmi hatalomról nincsen szó. És ennyi. És ez az, hogy, ez most te vezetése. Hozod a döntést. Te hozod a döntést, és te megteheted, hogy ezt megteszed, és te döntöd el, hogy megteheted-e vagy sem. És itt szerintem ennyi van. Na, de ugyanezt a hatalmi illúziót láthattuk idehaza is, hogyha már Dobrev szóba került, akár a kiárusítások kapcsán is, ugye a nemzeti kulcsvállalatoknak a kiárusításánál filélekért adunk el mondjuk autópályakoncessziót, vagy cukorgyárat, legyen éppen amiről repteret, valamit, bármit, tehát ami éppen sorra mert kerül, megteheted. És eszünkbe jut, hogy baszki, láttam egy ilyet az utcán, de jó lenne eladni. Tehát ugye egy ilyet eladunk fillérekért, ez ugyanez a logika szerintem, mint a közönes kiárusítása fillérekért, hogy nem is igazán az, mert most tényleg látjuk, hogy 12 éve ellenzékben vannak, jó, nyilván megvannak a maguk kis hálózatai, meg a becsatornázott vagyonuk, de azért ennek a két embernek, Dobrevnek és Gyurcsánynak előtte is megvolt a maga vagyontömege. Szerintem
szerintem ők már, nekik sem kellett már, nem volt már arra szüksége, hogy szükségük, hogy bármit az országból kicsatornázzanak. Itt ugyanúgy a hatalombágyról van szó. Arról van szó, hogy ők megtették ezt, és nagyon hiányzik nekik az, hogy ezt újra megtegyék, és ez látszik is egyébként. Mert az Árnyék kormánnyal is az volt ugye a narratíva, hogy majd akkor ők megoldásokat kínálnak, valójában nem kínálnak semmire sem megoldást, pusztán csak próbálják kiaknázni a válságból, meg a globális nehézségekből adódó esetleges türelmetlenséget vagy feszültséget. Ez jó, hogy felosztad, mert egyébként ez tényleg tök jó példája ennek a hatalomhoz való rögeszmés és görcsös ragaszkodásnak az Árnyék kormány létrehozása, hogy igazából a Dobrev Klára, amikor egy Árnyék kormány infón, jól tudom, nemrég volt, akkor Dobrev Klárát mindig úgy, tudod, hogy a színpadra szólítom, az Árnyék kormány miniszter. Az ország megmentője. Igen, az ország megmentője. És tehát itt igazából semmit nem mondanak el, semmiről nincsen szó, semmilyen érdemleges dolog nem történik, de annyi az egész, hogy ő oda kivonulhat, mint egy rögeszmésen magának politikai szerepet és fontos szerepet akaró valaki. Ő oda kivonul. Ez olyan, mintha valaki a bunkerbe tologatja nem létező hadosztályokat, meg tervezi az ellentámadást a szellem csapatokkal. Ja. De egyébként valahol szerintem a kettő között lehet az igazság, mert kicsit olyanok is, mint a pénzes zsákon ülő zsugori, aki a fösvény, akinek soha nem elég, mert sok pénze van, de az milyen jó, hogy még elvenni, még lehet, elvenni. Lehet, hogy ez is benne tehát, van a pakliban. Ez a polip mentalitás, ami a vörös polip, ami tényleg így nagyon-nagyon találó rájuk, hogy egyszerűen mindent megszerezni, mindent magunk alá gyűrni, ne legyen sehol valamilyen normális nemzeti büszkeség, ahol mi vagyunk, ott mindent le kell pusztítani, és ezt csinálják. És bocsánat, biztos vagyok benne, hogy egyébként olyan szempontból, igen, egyébként ez is benne lehet. De nyilván van itt ők nyilván játékosai egy sokkal nagyobb globális rendszernek, egy olyan hálózatnak, ahova mondjuk az amerikai demokraták is be vannak kötve, stb., meg a brüsszeli elit. Tehát, hogy igazából ők valószínűleg ezt a hatalmi vágyukat ezekkel a szövetségekkel úgy tudják kielégíteni, hogy be van nekik ígérve valami. Tehát, hogy oké, akkor majd ti megkapjátok azt a korlátlan hatalmat, amihez ennyire rögeszmésen ragaszkodtok cserébe, viszont ti hozzásegítetek minket ahhoz, hogy nem tudom, gyarmattá tudjuk tenni ezt az országot mondjuk, és akkor mindenki jól jár, nekünk meg lesz a gyarmatunk, amit ti irányíthatok, mi mondjuk meg, hogy mi lesz, de mégiscsak abban az országban az utolsó szót majd rajtunk keresztül ti mondjátok ki. Ez a magyar történelemben ez egy nem ismeretlen nem. Játszva azért, hogy valakinek hűbérért cserébe odaadják az országot. A burzsúlyokra gondolsz, ugye? Ha úgy alakulna, ne adja a jó Isten, de hogyha úgy alakulna, hogy a Dobrev mondjuk ténylegesen miniszterelnök lenne, és ezek hatalomra kerülnének. Bulgáriában? Itthon. De akkor tulajdonképpen akkor sem ők lennének a főnökök, hanem az ő tartóik, a brüsszeli ő főnökeik. Tehát igazából ez egy ilyen álhatalom lenne. Milliárdokat küldő. De ők úgy éreznék, hogy ők hatalomban vannak, miközben ez is már csak egy olyan dolog lenne, hogy jó, nem baj, most itt akkor mi, és velük is egyébként ugyanúgy el tudják hitetni mások. Persze, ezt hűbérrendszernek hívják, ismerős a magyar történelme. Nekem inkább a Scrooge jutott eszembe erről a dobrevi gyűjtögetésről, hogy mindent oda ott magának szépen összegyűjtöget, csak az elmúlt választások szelleme most már lassan meglátogathatná a DK-t, hogy elmagyarázza nekik, hogy hát itt volt egy kis gond a fejekbe. Az eljövendő választások szellemét, meg hát azt minden egyes 4 évben meglátjuk. Mi is, mint ahogy egyébként Éva Kailit nem érdekli Európa, meg az európai maga az, hogy motiválja őt, hogy egy kontinensért felelős, úgy láthatóan ezért jó példa tényleg Dobrevék, ők se nem érdeklik, hogy a magyarokkal mi lesz. Az a lényeg, hogy jöjjön a lóvé, kiszolgáljanak másokat, és ez a régi kommunista mentalitás. És azt mondtad Balázs, hogy annyira nem mozgat meg, mert hogy ilyenek voltak, de most megmutatjuk nektek, hogy szerintem ez miért más egy kicsit. 77 évvel ezelőtt ezen a napon Magyarország megszabadult az önkényuralomtól. Kikiáltották a második magyar köztársaságot. Ez a nagyszerű esemény azonban csak rövid életű szabadságot hozott a magyar embereknek, mert a kommunista diktatúra pár év alatt kiüresítette, névlegessé tette a köztársaság intézményeit. Az elmúlt 12 évben ugyanis megismétlődni látszik a történelem. Ismét egyetlen párt és annak egyetlen vezére akarja rákényszeríteni az akaratát a magyar emberekre. Ismét megszállták a köztársaság független intézményeit, ismét korlátlan és leválthatatlan hatalmat építenek. Sőt, már a köztársaság fogalmát is száműzték, abból az alkotmánynak csúfolt kinyilatkoztatásból,
amelyet a magyar emberek beleegyezése nélkül kényszerítettek rá az országra. A köztársaság szellemét addig nem ölhetik meg, amíg mi, magyarok őrizzük az igazi szabadság emlékét. Annak emlékét, amikor a magyar emberek úgy döntöttek, hogy megtagadják az önkényuralmat és a saját kezükbe veszik a sorsuk irányítását. Ígérem, hogy az árnyék kormány a vezetésemmel soha nem fogja hagyni megtörni a köztársaság szellemét. Őrizni fogja, és végül újra győzelemre viszi azt. Leszünk még szabad, demokratikus, európai magyar köztársaság. Ugye, hogy... szóval, ez egy kicsit több annál, mint amit eddig mondtak, hogy mi vagyunk a megoldás közben, mi csesztük szét az országot. Tehát, hogyha valaki azzal példálózik, hogy a rohadt szemét kommunisták, miközben a nagyapja volt az egyik, aki 56 leverésébe aktívan részt vett, majd utána kapott érte minden, szomszédos villa Kádárra, stb., aki 2006-ban belelövettek a gumilövedékkel az emberekbe, szétvertek minden cinikusan, ahogy elmondtátok, elloptak minden, eladták a nemzeti vagyont, majd utána arra hivatkozik, hogy na, az ilyen rohadt kommunisták, az nem, mert majd mi, akik ugyanebben nevelkedtünk, abból van a rengeteg pénzünk, milliárdunk, na szóval ez csak úgy zárásnak ennyit, szóval ő őrzi a köztársaság szellemét, a demokráciát, a szabadságot, egy ilyen tróger banda. Volt ez a mondat benne, hogy rákényszeríteni az akaratát a magyar emberekre. Csak ennyi maradt meg belőle igazából, mert közben elkezdtem gondolkozni azon, hogy nem éppen az történik, hogy nem akarnak nekünk a saját pénzünket odaadni addig, ameddig nem teljesülnek bizonyos feltételek, amiket ők akarnak. Vagy ez nem az? Vagy nem. Rosszul értelmezed, mert jó irányítás. Jó. Tudod, mint amikor a tanító, az óvónéni irányít, hogy Pistike, ne edd meg a krétát, ne, az olyan. Az, amit meg itthon történik, az meg ilyen mocskos diktatúra, olyan körömtépős verzió, amit a papa csinálta. Vagy amit, hogyha két különböző, nem csak két különböző Magyarország lenne, hanem két földbolygóban, és ők az egyiken élnének, és mi meg a másikon. De hogy ilyen, mint a Slidersben annak idején, nem? Hogy ők lehet, hogy így átcsúsztak ide. Hogy az ember a Fellegvárban, igen, van egy ilyen alternatív világ. Hogy tényleg ennyire más, hogy látják a dolgokat, egy más szögből, nem. De hát biztos vagyok benne, hogy nem. Nem, csak újat húztak, csak mondjuk ezt tényleg nem értem, hogy azon kívül, aki így megy a Dobrev meg a Gyurcsány után, ki az, aki bedől egy ilyennek, hogy mindenki tudja, hogy honnan van a Szemlőhegyi villa, a Komcsi papa szétlopott zsidóktól elvett villa, és utána azt mondja, hogy a rohadt kommunisták, mert majd mi? Tehát, hogy ez annyira beleillik a képbe, csak én egyszerűen ezt már nem tudom hova tenni. Nagyon durva. De beszéltek egyébként Varjúról is az Árnyék kormány infón, ugye, hogy megvédték. Akik csúnyán átvertek, mert szegény. Biztonsági örök össze-vissza megverték a Varjút. Szóval, aki majd megnézi a vlogot, az egy-két kedves betétet is láthat ebben. Gyurcsányék tevékenykedéséről és még néhány meglepetéssel is készülünk, úgyhogy ezt mindenképpen nézzétek meg, ha még nem tettétek. De mi menjünk tovább, mert ha már egy kicsit dühítettük magunkat a Gyurcsány névféle őrülettel, van egy másik nagy kedvenc. Kis cicák most már. Nem, Csekatka. Az nem kis cica. Nem. Viszont úgy tűnik, hogy vagy illuminált állapotban volt, vagy pedig vicces akar lenni. Oh. Úgyhogy ezt mindjárt megnézzük, csak annyi. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok arról, hogy az is egy értelmes dolog-e, vagy ezek már 25-re húznak lapot, hogy Verhofstadtot, Daniel Freund, meg ezeket az arcokat védi Csekatka, hogy ők igazából szeretik a magyarokat. Erről mit gondoltak? Ők az igaz magyarok szerintem. Igazából a magyar emberek, akik itt élnek, és magyar állampolgárságok, és magyarul beszélnek, és így ebben a valóságban léteznek, azok valójában nem magyarok. Mármint akik a jobb oldalra, a Fideszre szavaznak. Igen, azok nem... de egyébként egy kicsit azok is, akik balra, mert azok meg asszisztálnak ez a rendszerhez. Ilyen hallgatólagos hozzájárulásokat adják a rendszerhez. Úgyhogy ők igazából nem magyarok, hanem ezek az igazi magyarok, akik mondjuk magyar. Igen, Fokhíjas köcsög. Az igazi magyar, akik felül emelkednek, ismerik a magyar emberek problémáit, foglalkoznak vele, és megoldásokat. És szívükben valójában ők a magyarok. Így van. Ők az igaz magyarok. Tehát amikor ugye mi azt mondjuk, hogy ők háborúpártiak, de ők azt mondják, hogy ők nem azok, de közben Verhofstadtot támogatják, akkor érdemes mondjuk visszaemlékezni arra, hogy Verhofstadt egyébként nem is olyan régen, talán egy-két héten belül volt az, hogy azt mondta, hogy na, mikor mennek már azok a tankok, meg küldjétek a tankokat, ugye ez Verhofstadt
találta mondani. Annak van egy diszkét bája egyébként, amikor egy nyugat-európai politikus a németeket szólítja fel arra, hogy keletre tankokat küldjenek. Nagyon durva. Főleg egy liberális, zöld, békepárti. Amikor megkéred nyugat-európaiként a németeket, hogy Varson keresztül küldjenek tankokat keletre, az nagyon különösen szép. Emlékeztek, amikor elhozta a Verhofstadt ott a Momentum, a Móricz Zsigmond körtérre? És akkor igen, nagyon igen, megható igen. Beszédeket tartotta, ahogy te nevezted a fokhíjas köcsön. Jó van, na, így úszott. Ennyi. Semmi, felrosszat. Ez a véleményem egyébként. Az, hogy... Nézzük meg Csekatkát, nem? Hogy hol? Kíváncsi vagyok. Én nagyon szeretném hallani ezt a beszédet. Na, mert... akkor nézzük meg együtt, mert utána sokkal jobb lesz beszélni még erről pár keresetlen szót. Like Hungary, I like Budapest especially. I like the gastronomy goulash. I like Hungarian wine. And in previous times, I even liked the Prime Minister of Hungary, Orbán, because in the beginning of his political career, he was a real liberal. My struggle has nothing to do with. You know, not liking Hungarians. Quite the opposite. I want them to get the money that they're entitled to and not to be robbed by their own government. Az egész Európai Unióban a magyarok érzékelik a legkorruptabbnak hazájukat a Transparency International szerint. És hát mi erre Orbán Viktor válasza? Azt, hogy Soros, egy Brüsszel, hogy Brüsszelben is van korrupciós ügy. Úgy tűnik, hogy mindig le tudlak sokkolni titeket. Szerintem erre nem számítottatok. Egyrészt arra, hogy az már maga vicces volt, hogy a Verhofstadt-tal, hogy így emlékeztek így a 80-as években ez a lekicsinylő izé, hogy Magyarország gulyás, és akkor így igen. Ez volt a hozzászólás, ez a szar közhely, hogy a gulyás szeretem persze, mert izé főznek a parasztok, azt ennyi kb. Így ez volt az üzenet, de amúgy nagyon, meg a frangy is óriási volt, hogy hát semmi köze nincs a küzdelmemnek, hogy folyamatosan a magyarokba törlöm a lábamat, a másik. Az, hogy Csekatka meg védi őket, az különösen nem meglepő számomra, de ez a viccesnek szánt dolog, meg az, hogy megbízható forrásként kezeli a transzparencit, az már megint egy óriási dolog. Tehát a saját szervezetemtől kérek egy felmérést, egy olyan állásfoglalást, amire azt mondom, mint ahogy ugye az Európai Uniós felmérésekben szokott lenni, hogy mondjuk 500 millió emberből 5000-en mondanak valamit, és akkor az egész Európát képviseli. Szóval itt azért ez gyönyörű volt, főleg ez, ahogy Brüsszel korrupció megizés. Közben tényleg elviccelődik ezen, és elfelejti ez a szerencsétlen, hogy ez nem csak viccre való dolog, ez, hogy a brüsszeli korrupció, mert ennyit mond, hogy a brüsszeli korrupció, amit Orbán a szemét mondott, miközben Úristen, hát a fejétől bűzik a hal, hát most beszéltük végig Éva Kailit, meg a többit, meg még ki tudja, hogy ki van ebbe benne, tehát ilyen rendszer szintű korrupció után ezt az egészet elviccelni, és a brüsszeli korrupcióért is láthatóan Orbán a hibás. Igen, igen, ez nekem is furcsa. Sőt, lehet, hogy ő bérelte fel a katariakat, hogy bérelje fel. Igen. De hogy emlész valahogy ezt így nem említi, hogy amúgy az Európai Unióban mi zajlik, meg amúgy nyilván, hogyha Csekatkát most érdekelnék a magyar emberek, vagy Verhofstadtot érdekelnék a magyar emberek, akkor ezek a politikusok támogatnák azt, hogy kapjuk meg a pénzünket. Kiállnának ezért, mert egyébként azt nem a kormány kapja, hanem azt egyébként a magyar emberek kapják. Fontosnak tartanák, hogy jöhessenek nagy beruházások, amik munkahelyeket most teremtenek, stb. Orbán Viktor is barátai kapják, ennyi, ezt már elmondták. De egyébként egy olyan ember, aki azt mondja Magyarországról, hogy gulyás és magyar bor, hát ez bocsánat, az vagy nem járt itt, de tudjuk, hogy ő járt itt, vagy ténylegesen leszarja és mélységesen lenézi a magyarokat. De most gondolj le, hogy lehetett a forgatás, hogy Gáj, mondjál két dolgot. Mi jut eszedbe Magyarországon? Két dolog. Orbán, a diktatúra, a birodalom. Já, mondták neki, hogy hát, de valami olyat, amit el lehet adni az embereknek. Jó, és van, hogy, akkor mondjad a bort, meg a gulyást. Ja, igen. Mit tisztak ezek? Hát akkor gulyás. De ez volt a legjobb verzió náluk, tehát hogy jó, akkor legyen ez, megvettük. Ja. Semmi akkor... más nem jutott eszükbe, ami pozitívat el tudnak mondani. De ők szeretik Magyarországot, és harcolnak Magyarországon. Igen, és ezek és tudják, hogy milyen itt az élet. Igen, és jól ismerik. Jól ismerik Magyarországot. Mind a gulyás, mind a bort jól ismerik. Fú. Felkúrtam magam. Mondjuk mennyi magyar bor csúszhatott le mondjuk Cseh Katalinnak az expozéja előtt? Hát azért nem tudom, erre lennék kíváncsi. Vagy valami holland fű. Brüsszel.
Korrupció. És igen, elvicceli így ez, hát ez hülye. Jó, de, hát most a Verhofstadt lehet ezért tök részeg a kamera előtt, akkor a Csekatka is, tehát igazából ne, hogy úgy csak nem mászott az asztal alatt. Ezt a lehetőséget. De egyébként én nem tudom képzelni, hogy van igazság abban, amit Verhofstadt mondott, tehát szeretjük Magyarországot, lehet, hogy tényleg szereti a gulyást, lehet, hogy tényleg szereti a magyar borokat, és azt akarja, hogy ez hamarosan mind az övé legyen. Ja, hát... Az a baj, hogy nekem is most csak olyan gondolatok jutnak eszembe, amitől egy kicsit még dühösebb lettem, és nehéz olyan szavakat találni, ami most szalonképes, mert engem ez egyszerűen annyira feldűjtett. Én ez is megígértem, hogy nem káromkodok ma. Igen, és nem is volt sok, úgyhogy köszönjük szépen. Egy volt, véletlenül. Kettő volt, de mindegy. Ah. És most beszélgessük. De ez a Kurkó is mondott valamit, úgyhogy... Én. Te, igen. Jó. Dobrev nevét többször is kimondtam, de azt még eddig nem sipoltuk. Na jó, jó, én azt érzem, hogy Csekatkától tovább lehet lépni, de most úgysem ő lesz majd a főnök, mert jön vissza Donát Anna, mit gondoltok erről. Ezt egyébként akartam mondani, hogy lehet, hogy jobban járna a Csekatka, hogyha ő is most már friss házasként, és sok boldogságot nekik elmenne, és inkább a gyerekprojekttel foglalkozna, mint ezzel, mert egyébként, hogyha visszajön Donát Anna, már pedig úgy tűnik, hogy nagyon vissza akar, akkor Csekatkának esélyese lesz. Most nyilván ki van nyílva a kis virág, tehát hogy most nincs ott a fő riválisa, aki egyébként sokkal jobb csaj és sokkal okosabb is nála. Tehát az most nincs ott, hogyha most éppen virágzik a Csekatka, de hamarosan. Csekatkának mi a gyerekprojekt a botmixeres kommentár után, úgyhogy így igazából szerintem azzal a fajta gyerekprojekttel inkább ne foglalkozzon, mert az a mindenkinek óriási de én akarom, hogy egyébként, hogy neki is legyen gyereke, és egy szép egészséges gyereke legyen, akit nagyon szeret, és szembesüljön azzal, hogy miket magyarázom, miket mondottam. Mondjuk ezt a felvételt én megmutatnám azért a leendő gyerekének a botmixerről, meg a kis nevetgélésről. Danikából nem biztos, hogy kinézzük, hogy valami nagyot alkot, de meglátjuk majd. Mondjuk Donát Annáról, meg hát igazából az, hogy van egy vállalható arca a Momentumnak, aki még valamennyire szimpatikus az embereknek, de ő is kb. Csak azért, mert eddig mindig a Csekatka vitte ezeket a fő ilyen agymenéseket Brüsszelbe, és akkor az ő nevét sikerült úgy jobban előtérbe helyezni, úgyhogy a Momentum is onnan tud népszerű politikust előhúzni, hogyha valaki még nem beszélt. Én egyelőre azt látom, hogy annyi az erőnye, hogy próbált a háttérben maradni. Nyilván a gyermekáldás miatt ez természetesen így is volt, úgyhogy sok egészséget nekik, de én nem látom, hogy okosabb a Csekatkánál, ez igaz. De nem látom annyira kiemelkedőnek, mert amikor volt olyan... Legalább arra finált, mint a Fekete Győr. Amikor volt vitája, már nem is emlékszem, talán neki volt ugye a Varga Judittal. Hát azért ott én azt láttam, hogy nem nagyon sikerült. Neki egyetlen dologban annyi esze van, hogy megpróbálja most ezt a külön utas történetet előhozni, hogy na hát semmiféle Gyurcsány, meg majd nekünk is meg kell újulni, kimondja szavakban. Mondja ezt egy olyan MSZP-s bunkónak a lánya, aki egyébként tényleg hasonló módon gyűlölködik, meg olyan fejeket vágtott. Azért szerintem ő nem lesz egy olyan népszerű politikus, ahogy ilyen gyűlölködő fejekkel osztja az emberek. Azért sem lesz amúgy, de hogy, ahogy egyébként a baloldalon szerintem most mi számít népszerűnek? Az, hogy ismerik sokan valakinek a nevét, attól nem lesz népszerű. Nekem a népszerűség az valahol mégiscsak az, hogy az emberek nagy tömegek mondjuk támogatják és egyetértenek vele. És nem csak az ismertség, szerintem a népszerűség az ismertség között. Tehát azért Jakab, ezt megtanulhattál. Van különbség, igen, például. Tehát hogy lehetsz te olyan, akinek a nevét ismerik, meg van olyan, aki egyébként ténylegesen népszerű. És a Donát Annából sem lesz az egyébként, ahogy egyébként Dobrev Klára sem népszerű ilyen szempontból az emberek körében. Az, hogy ismerik, az teljesen más jelent. Azért azt látjuk, hogy a magyar ember nem hülye, ő tudja, hogy nem, hogyha ne, tehát egy Donát Annának a világnézete, már hogyha ezt nevezhetjük annak, akkor abban sem található meg nyomokban se egyébként a magyar gyökerek, a nemzettudat, az, hogy mi összetartozunk itt a Kárpát-medencében. És ezek olyan dolgok, amik a magyar embereknek fontosak. Ezek nincsenek meg ezekben az emberekben. Belőle. Van olyan baloldali politikus, aki valamennyire nemzeti baloldalinak számít, és megvan egyébként akár egy Schiffer említeni. Tehát, hogy a baloldaliság nem feltétlenül zárja ki azt, hogy valaki tud nemzetben, vagy valamennyire ebben gondolkozni. Csak egyre kevesebb azok már ugye egyre kevesebb ebben vannak, szépen elfogynak, és a magyar emberek nem kérnek abból, tudják, hogy nem akarnak a magyarok idegen érdekeket kiszolgálni, és bármennyire is, és Donát Annát én egy abszolút okos csajnak tartom, és tényleg egy még akár egy szimpatikus politikus is lehetne, viszont nincs meg neki itt az, aminek meg kell lenni ahhoz, hogy az ember
Amit mondasz, hogy vannak nemzeti érzelmű baloldaliak is, hát lehet, hogy régen voltak, de most már biztosan nincsenek. Ez az új baloldal, amit egyébként ők magukról hangoztatnak, tehát ezt nem mi találjuk, hogy ők új baloldalnak hívják magukat, ők mondják ezt, hogy ők új baloldal. Ennek az új baloldalnak pont az az internacionalista felfogás, és egyébként ebben teljesen a régi baloldalnak a társa. Kigyomlálták az ős baloldal. A nemzeti maradékot, ami esetleg volt, azt ilyen valami beépülő, ilyen kollaboráns ügynökként kezelték, vagy nem tudom, és ők is ilyen, hát a politikai népszerűség körömtépő pincéjében végezték, és kigyomlálódtak onnan a baloldalról, és maradt egy ilyen internacionalista, globalista, szélliberális... Ilyen robotok. NPC-k. Tehát ezek a politikai NPC-k, akik nagyon jól tudják ugyanazt gondolni, ugyanazt mondani, ugyanúgy kinézni egyébként, mint akárhol máshol a világon élő politikus társaik, és kiválóan tudják bekötni magukat olyan nemzetközi szervezetekhez, mint például az Eva Kaili, vagy ahogyan hallhattuk a nyomozati anyagból onnan, azért számos NGO is érintett ebbe a történetbe, ebbe a hálózatba tökéletesen integrálódni tudnak, és ennek nem csak a része, de egyik vezető ereje a Momentum. Úgyhogy azért az, hogy a Momentumot most Donát Anna, vagy Cseh Katalin, vagy nem tudom, Fekete Győr András, vagy Gelencsér a mostani elnök, elnök. Mindegy. Ez melyik is? Ennyit. Első kerületi önkormányzati képviselő volt, tök mindegy, vagy alpolgármester. Teljesen mindegy. Az a hülye gyerek fejű? Teljesen mindegy, hogy ki vezeti. Akkor is ez nem csak egy része, hanem az egyik koronai szeremára, mennyire ezt lehet annak nevezni, ennek a globális hálózatnak. Globális hálózatnak. Hát egyébként ez nem lenne egy rossz szó. De nekem tetszik. Globális hálózatunk. Kitaláltál valamit? Igen, véletlenül. Egy elbotlásban. És ezért kell a csúcson abba hagyni, úgyhogy köszönöm, srácok, a mai beszélgetést. Nem itt egy kicsit Dobrev és Cseh Katalin ural, de hát azért beszéltünk itt másról is. Úgyhogy jövő héten találkozzunk ugyanígy, ugyanitt, beszélgetünk majd a furkóságokról. A vlogot is nézzétek, iratkozzatok fel a PSTV YouTube csatornájára, és persze a karantén vlogra is. Jó hétvégét, sziasztok!